Sziasztok, én Elek, Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntök mindenkit, nagy-nagy szeretettel, és mindenkinek csodálatos estét szeretnék kívánni. A most következő videónkban pedig egy általatok ajánlott TikTok profilt fogunk megtekinteni, ami elvileg baromira félelmetes lesz, és ráadásul magyar is. Nagyon-nagyon ritkán szoktak lenni magyar cuccok a csatornámon, de hát most végre van. Hát rettentően kíváncsi leszek, hogy mégis mi lesz az egész. Na de most akkor derítsük is ki, és akkor kezdjünk is bele. Itt is van akkor a TikTok profilunk, aminek az a neve, hogy Deep Ends talán. És mennyire parák már ezek a borító képek, amik itt vannak. Általában úgy szoktuk ezeket a TikTok profilokat kielemezni, hogy szépen a legrégebbi videótól haladunk, időrendi sorrendben felfelé, de ez itt nekem baromira felkeltette a figyelmet, szóval most kivételt teszek, és kezdjük ezzel a videóval. Nyáron kigyulladt egy kisebb ház, nem messze tőlem. A tűzben egy bácsi életét vesztette. Te mit látsz a tűzben? Nem már. És bizony, full olyan, minthogyha a tűzben kirajzolódna a bácsi, és ahogy a holttestéből kiszáll a lelke, azt látnánk így a tűzön keresztül. Annyira, de annyira nyomasztó ez az egész. És ez Magyarországon történt akkor is, ezek real, igazi képek a baleset helyszínéről. Hát nem gondoltam volna, hogy ennyire, de ennyire durván fogunk kezdeni. Mi komoly már ez az egész? És telibe kirajzolódik komolyan ott egy alak. Hogy? Na de akkor szerintem, most, hogy már kellően lesokkoltuk magunkat és bemelegedtünk ebbe az egészbe, szépen le is görgetek a profilnak az aljára. Mennyi félelmetes indexkép van itt. Jó lesz ez szerintem, de egy videóban nem hinném, hogy végére fogunk járni ennek a profilnak. Szóval, hogyha szeretnétek ebből az egészből a folytatást, akkor mindenféleképpen csapassatok erre a videó egy hatalmas nagy lájkot, és akkor majd hamarosan hozom, ahol majd a többi videót is megnézzük. Átborzongató tények, part 1. Ajjaj, létezik egy úgynevezett Troxler hatás, ami akkor jelentkezik, ha több mint 10 percig intenzíven nézed a saját tükörképed. De ez tipikusan olyan dolog, amit igazából biztos vagyok benne, hogy random, senki sem próbált ki, mind addig, ameddig nem nézte meg ezt, ugyanis ki az, aki intenzíven parán saját magát nézi a tükörben. Az biztos, hogy én csináltam már olyat, hogy mondjuk egy percig így közelről néztem magamat, de egy idő után olyan rossz érzés van benned, és ilyen fura ez az egész szituáció. De hogyha 10 percig nézed magadat így, akkor történik valami furcsaság. Ezt követően megváltozik a tudatod, és hallucinációk lépnek fel. A jelenség tudományosan is bizonyított, és elvégeztek egy kísérletet, miszerint a résztvevő 90%-a hatalmas torzulásokat látott a saját arcán, vagy szörnyű lényeket, rokonok és elhunytak arcát, és állatokat észleltek. Nem már. De érted, mi a hiteles forrás, hogy komolyan van ilyen, bárhogyha rákeresnénk erre az egészre, akkor csak kidobna egy csomó mindent róla, de így youtuber módjára nagyon, de nagyon megfordult a fejemben, hogy ezt ki kéne próbálni egy videóban. De értitek, nem lenne izgalmas videó, hogyha kajakra 10 percen keresztül nézném benne a tükörben saját magamat, de hogyha belegondoltak, azt a részt majd felgyorsítjuk, és akkor utána pedig elmesélem a tapasztalataimat. Hogyha szeretnétek, ezt megcsináljuk és felírom a listára, na de akkor szerintem jöjjön is a következő félelmetes ilyen videón kerül a csatornáról, paranormális játékok. Milyen játékok lesznek itt? A játék neve Lift egy másik dimenzióba. Na erről már hallottunk, és szerintem valamilyen TikTokos videóban láttuk is, hogy bizony ezt játszották emberek.
Koreából származik, és azt mondják, hogy egy teljesen más univerzumba visz. Az a baj, hogy ezekkel kapcsolatban én baromira szkeptikus vagyok, és az ilyenekben így őszintén szóval nem nagyon hiszek, mindössze egy 10 emeletes épületre van szükséged, és egyedül kell beszállnod a liftbe. Utána szigorúan ebben a sorrendben kell meglátogatnod az emeleteket. 4, 2, 6, 2, 10, 5. Azt mondják, hogy az ötödik megállónál beszáll a liftbe egy nő, és megkérdezi, hogy hová tartasz. De ne válaszolj rá. És vágjátok, ezt valaki kipróbálná, és full random, kajakra pont akkor beszállna egy nő. Mennyire megijedne? Ezután a lift automatikusan felmegy a 10. emeletre, és akkor egy teljesen új világba érkezel. Ha szeretnél onnan visszatérni, akkor ugyanezzel a számkombinációval érheted el. Én ezekben egyszerűen nem tudok hinni. Egy ártalmatlan liftről van szó, meg egy épületről. Nem lesznek ott másik dimenziók, meg semmi. Aztán ki tudja, hogyha én megpróbálnám, biztos, hogy nem jönne össze, meg szerintem senkinek, még annak sem, aki hisz ebben az egészben. Jaj, de nem tetszik nekem ez a kép. Hátborzongató tények a démonokról. Ne csináld velem ezt. A démonok képesek alvás paralízist okozni, és sok más betegséget is előidézhetnek. Hallottad már, hogy édesanyád a neveden szólított, pedig valójában nem? Ilyenkor egy démon próbál kapcsolatba lépni veled. Ne csináljátok ezt velem! Ezek után én még jobban tartani fogok a dolgoktól. Ilyen szerintem mindenkivel volt, meg velem olyan szokott lenni, hogy így random azt hallom, hogy nyikorog a parketta, meg hogy valahol valaki lépked, miközben nem is. Szóval lehetséges, hogy azok igazából nem is szellemek, hanem olyankor egy itt lévő démon próbál velem kapcsolatba lépni, mert végül is az egy csomó mindent megmagyarázna, de nem, nincsenek démonok, ugye? Te tudtad, hogy vannak amúgy? Jaj, de nyugtassuk magunkat azzal, hogy nincsenek. A kén, a záptojás és égett szagok a démon jelenlétére utalhatnak. Hát jó tudni, hogyha mostantól ilyeneket tapasztaltok, az bizony azt jelentheti, hogy egy démon a közelben van. Világjárványok 100 évente. Jaj, ez nagyon, de nagyon durva lesz. Pest is 1720. Jaj, de hangos ez a zene. Le is némítom. És akkor utána jött 1820-ban a kolera, 1920 spanyol nátha. Na és hát, koronavírus meg is érkezett 2020-ban. De ez is olyan nagyon durva összeesküvéses dolog, nem? Mármint oké, hogy 100 évente történtek ezek pontban, bár egy jobban belegondoltak, mennyi esély van arra, hogy pont mindig 100 év elteltével történik egy ilyen, és tudjátok, 2120-ba meg jönne újra valami. Már hogyha addig egyáltalán lesz még bolygó. Na de akkor itt is van nekünk a következő TikTokunk, paranormális játékok. Az éjszakai emberjáték. Fogj egy papírt, és írd fel rá a teljes neved. Persze, hogy majd a szellem tudja a nevemet mi, bár hogyha így belegondoltok, lehetséges, hogy már alapból tudja. Ezután egy tű segítségével szúrd meg az ujjad, és cseppents egy csepp vért a papírra. Mennyire, de mennyire beteg ez az egész? Én erről életemben nem hallottam még. És ezután mit kell csinálni? Ha kész, akkor gyújts meg egy gyertyát, és minden lámpát, fényt kapcsolj le. Ezt is megcsináljuk videóba, vagy nem kéne? A papírt ragaszt fel az ajtóra, és kopogtass be rajta 22-szer, ezzel megidézed az éjszakai embert. És innentől kezdve a házadban van. Hát,
Az a probléma, hogy nagyon, de nagyon elgondolkoztam rajta, hogy bizony ezt is meg kéne csinálni. De értitek, csak nem fog működni, vagy hogyha igen, akkor én bizony szívesen látom a házamban az éjszakai embert, ne vicceljetek, de ez az éjszakai ember mégis kicsoda, micsoda. Ha eddig eljutottál, akkor már nincs visszaút. Nem tűnik ez túlságosan barátságosnak, maradjunk annyiban. A feladatod pedig az, hogy hajnal 3 óra 33-ig elkerüld az éjszakai embert. Nem találhat meg. Jön itt a bújocskázós éjszakai emberes videó? Fontos szabály, hogy ez idő alatt nem hagyhatod el a házat, különben az éjszakai ember megtalálhat, és a játéknak vége. Szóval, ha elhagyod a házat, akkor lezárul ez az egész? Meg nem is értem. Ha ő a házadban van, meg te is, akkor nem talál meg? De hogyha elhagyod, akkor megtalál? Hát nem túl világos nekem ez az egész, de hogyha ezt megcsináljuk videóba, majd jobban utána fogok nézni. Na de akkor jöjjön is a következő videónk. Itt is van egy boldog család. Nézzétek meg, hogy mindenki hogy mosolyog. Erről van szó. És mindjárt jön valami durva történet hozzá, mi? Mit csinálsz? Ez az a csávó, aki az előbb baromira boldogan vigyorgott a családja mellett. És mindjárt kiderülne róla, tudjátok, hogy egy sorozatgyilkos vagy valami. Ne. És kölyökre az derült ki róla? Hogy tud bárki is idáig vetemedni? És nézzétek meg, egy boldog, átlagos családról van szó. És mégis ez a férfi ilyen szörnyűségekre képes. De azt nem tudhattuk meg ebből az egészből, hogy vajon ez a csávó kiket ölhetett meg? Mert még az is benne van a pakliban, hogy mi van akkor, hogyha a családját soha nem fütyülj éjszaka. Mégis miért nem? Az éjszakai fütyülés vonzza a bal szerencsét és a gonosz szellemeket, mint például a Skinwalkert. Check this out. És ő mégis kicsoda, meg micsoda? Ó, hogy ő az? Hát figyeljetek, most jelenleg 4:12 van, amikor felveszem ezt a videót, az éjszakának számít. Most vajon be kéne adnom és meg kéne próbálnom fütyülni? Tudok egyáltalán még fütyülni? Nem is tudom, mikor fütyültem utoljára. Videóban még tudta, hogy egyszer sem, de nem ér nevetni, na. Elnevettem magamat, szóval összpontosítsunk és koncentráljunk. Várjatok, nem nézek rátok, mert úgy talán nem kell majd nevetnem. Skinwalker, merre vagy? Jó, hát szerencsére még mindig életben vagyok, és nem esett semmi bajom, bevállaltuk azért mi ezt. Na de akkor ennyi is lett volna ez a videó, nagyon-nagyon remélem, hogy tetszett nektek, hogyha igen, és szeretnétek ebből a TikTok profilból folytatást, akkor mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, minden ott van lent a leírásban, a gameplay csatornámmal együtt, hogyha pedig még esetleg nem nyomtad volna be a csengőt, akkor mindenféleképpen tedd meg, és akkor nem fogsz lemaradni egyetlen egy videómról sem, már hogyha YouTube is úgy szeretné, de hogyha garantáltan nem szeretné lemaradni semmiről sem, akkor gyere vissza minden nap ide a csatornámra, én Elek Robi vagyok, majd találkozunk hamarosan, addig is, szevasztok!